Érettségi, szigorú biztonsági intézkedések mellett kezdődtek el a vizsgák. Fejlesztés Újfehértón, csak nem 500 millió forintból bővítik a csapadékvíz elvezető rendszert a településen. Géberjénben is lesz SUP, a szörfös versenyt július végén és augusztus elején rendezik a Holtszamoson. Folyamatosan csökken a koronavírusban megfertőzöttek száma Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az elmúlt 24 órában mindössze 78 új esetet regisztráltak. Országosan meghaladta 4.073.000-et a beoltottak, és a 2.077.000-et a kétszer beoltottak száma. Ez a Kölcsei Televízió híradója. Köszöntöm Önöket! Müller Cecília országos tisztifőorvos mai tájékoztatóján azt mondta, a 16 és 18 év közötti fiatalok már regisztrálhatnak a védőoltásra. Őket az érettségi vizsgák után május 10-től oltják Pfizer vakcinával. Szeretném felhívni ismételten a figyelmüket arra, hogy a 16 és 18 év közötti fiatalok regisztrálhatnak már a védőoltásra. Március 10-ét követő héten szeretnénk megkezdeni az ő védőoltásuknak a felvételét is, biztosítani számukra, és kérem, hogy éljenek vele, hiszen számos olyan szolgáltatást csak a védettségi kártya birtokában fognak tudni igénybe venni, és természetesen ez egy másodlagos eredmény, az elsődleges az, hogy ők is védetté váljanak. Tehát ezt biztosítani fogjuk számukra. Szigorú biztonsági intézkedések mellett kezdődött meg az idei írásbeli érettségi Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Egy tanteremben legfeljebb 10 diák vizsgázhatott, de a maszk számukra nem volt kötelező. Ma magyar nyelv és irodalomból adtak számot tudásukról a végzősök közép és emelt szinten egyaránt. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a feladatsorok a javítási értékelési útmutatókkal együtt a vizsgát követő napon tekinthetők meg az Oktatási Hivatal honlapján. Barnabás, tessék parancsolni, sok sikert kívánok az érettségéhez. Ajándéktollat kapott az igazgatótól minden érettségiző a nyíregyházi Bethlen Gábor gimnáziumban. A diákok izgalommal, de felkészülten várták az érettségi vizsga kezdetét. Alapvetően nagyon kavarognak a gondolataim, tehát hogy azért nyilván izgulok, viszont örülök, hogy magyarral kezdünk, mert nem gondolom, hogy ez olyan hatalmas megpróbáltatás lesz. Ez azért megnyugtat, hogy akkor ma így belerázódok az egésznek a menetébe, és inkább a matek az, amitől tartok, de hát szerintem ez a minden sorstárs, ami így van, meg hát nyilván az emelt, ami nekem a tari lesz. A mai nap az olyan bevezetőnek tökéletes. Volt, aki leginkább a magyar érettségi miatt izgult, a holnapi és a holnap utáni megmérettetésre már nyugodtabban készül. Én szerintem a magyar miatt izgulok a leginkább, matek inkább az erősségem, tehát én amiatt nem izgulok annyira, azt várom is, és én is szintén emelt törizni fogok, amiatt szintén izgulok, de megtettem, amit lehetett, és remélem ez a mai napot is tükrözni fogja. Nem csak a diákok, az intézmény vezetői is izgalommal készültek az idei érettségire. A koronavírus járvány miatt sem az elmúlt tanév, sem maga a vizsga nem volt hagyományos. Ennek az érettségiző csoportnak, akik ebben az évben fognak érettségizni, egy sokkal nehezebb körülmények között történő felkészülés zajlott, hiszen már mondhatjuk, hogy lassan egy éve, igazából több mint egy éve alig jártak iskolába, szeptember-októberben jártak, aztán a többi az otthoni tanulással zajlott, tehát ilyen módon kicsit nehezebbek voltak a körülmények. Viszont azt szoktam mindig ilyenkor mondani, hogy aki becsületesen, szorgalmasan készült az elmúlt 4 évben, 5 évben, 12 évben, 13 évben, azoknak biztosan nem lesz nehéz. És egyébként ezek így is szoktak történni, tehát általában azért jó eredményeket érnek el a diákjaink, és tényleg becsületesen készülnek, és komolyan veszik az érettségi megmérettetést. Nagyon fontos dolog az érettségi vizsga, hiszen az egyetemi felvételik ezen múlnak, hogy ki hány pontot szerez ezeken a napokon, úgyhogy ehhez a téthez viszonyulva tényleg nagyon komolyan állnak hozzá a diákjaink. A szövegértelmező feladatok az 1848-49-es forradalom és szabadságharc szónoki beszédeihez kapcsolódtak. A második részben egy Mikszáth Kálmán novella, valamint egy Arany János és egy Tóth Árpád vers összehasonlító elemzése közül választhattak a középszinten vizsgázók. Reményeik szerint jól sikerült a dolgozatuk.
Szerintem egy az egyben jól sikerült. Az érvelés témája az nagyon ideális volt számomra, mert a videójátékozásról kellett írni, a társasjátékkal valamilyen szinten összehasonlításba. És én nagyon szeretek videójátékozni is, most érettség előtt abba hagytam, de amúgy szeretem nagyon. Ezért a téma az nagyon jó volt. A szövegértés is érthető volt, és jók voltak a kérdések is hozzá. Véget ért az érettségi, milyen élmények vannak benned? Igazából én nagyon megnyugodtam, illetve örülök is. Alapvetően jó volt, mert nem izgultam túl. Viszont vállalkozásaimon felül sikerült szerintem. Tehát könnyűek voltak a témák, örültem nekik nagyon. Illetve a novellelemzést is könnyűnek tartom. A középszintű érettségi vizsgák holnap matematikával folytatódnak, majd sorban következik a történelem, idegen nyelvek, jövő héten pedig a reál és természettudományi tárgyak. Kiváló eredményt ért el az idei első fél évben felvett kompetencia mérésen a nyíregyházi Móricz Zsigmond általános iskola. Az utolsó két értékelt év eredményei alapján az intézmény a legtöbb hozzáadott értéket teremtő magyar iskolák közé került. Erről tájékoztatta az iskola vezetését az oktatási hivatal. Pénteken elérte a legalább egyszer beoltottak száma a 4 milliót, ezért a hétvégétől egyre több megyei közösségi tér nyit meg, de kizárólag az érvényes járványügyi protokollt betartva. A legtöbb helyre csak védettségi igazolvány felmutatásával lehet belépni. A Kölcsei Televízió által megkérdezett intézmények vezetői azt mondták, a nyitást követően is betartják a fokozatosság elvét. Több mint fél év telt el azóta, hogy utoljára közönség előtt léphetett fel tánccsoport, de nem lehetett koncertet vagy színi előadást sem tartani. A korlátozások miatt szabadidős tevékenységekre sem volt lehetőség, ez azonban a hétvégétől megváltozott. Újra látogatható az állatpark, a Sóstói Múzeum falu, a hét első napjától pedig a város kulturális színterei is várják a már oltással rendelkező látogatókat. A Váci Mihály Kulturális Központ központi épülete és a tagintézményeink is ma május 3-án kinyitottak. Várjuk a látogatókat, a Krúdy Gyula Artmozinkat május 6-án csütörtökön nyitjuk. Nagyon fontos, hogy mindenhova csak védettségi igazolvánnyal lehet belépni. Akár felnőttkorúról, akár fiatalkorúról beszélünk, és az is nagyon fontos hangsúlyoznom, hogy a fiatalok is magukban eljöjjenek, csak védettségi igazolványra rendelkező kísérővel jöhetnek be az épületeinkbe, az intézményeinkbe. A Máté Szalkán működő Szentpéteri Zsigmond Kulturális Központ nyitására is ugyanezek a feltételek érvényesek. A színi társulattal is rendelkező intézmény igazgatója azt mondta, már nagyon várták a nyitást, hiszen hiányzott a közösség számára a találkozás a nézőkkel. A központ ugyanakkor azt is fontosnak tartja, hogy óvatosak legyenek a kezdeti időszakban. Arra törekedtünk, hogy minden fontosabb eseményt legalább online megünnepeljünk. Szerencsére van egy városi televízió, amelyik folyamatosan le is adta ezeket a felvételeket. A közösségi médiában próbáltunk még tartani kapcsolatot a lakossággal, illetve olyan megoldásokat választottunk, hogy mi mentünk ki utcára a kultúrával. Zenével, tánccal, képzőművészettel is. Első körben úgy vélem, hogy a szabadtéri programokra kellene a hangsúlyt fektetni, hiszen ott kevesebb a valószínűsége, hogy megfertőződjön valaki. A Nyíregyházi Józsa András Múzeum és a Kállai Gyűjtemény is csak védettségi igazolvánnyal rendelkező látogatókat fogad. Utóbbi helyszínen már szerdától látható lesz egy új tálat, míg a múzeumban május 14-től lesz megtekinthető az Elit Alakulat című honfoglaláskori kiállítás, melynek anyaga múlt héten érkezett meg a megyeszékhelyre. Korszerűsítik a csapadékvíz elvezető hálózatot Újfehértól. A beruházásra csaknem 500 millió forint támogatást kapott a település. A munkálatok elkezdődtek, két utcában épülnek csatornák, amellyel megoldottá válik a vízelvezetés. A korábbi években súlyos gondokat okozott a csapadékos időjárás az egyébként is alacsonyan fekvő településen. Elkezdődött a csapadékvíz elvezető csatornák kiépítése Újfehértón. Legutóbb tavaly nyáron okoztak a nagyobb esőzések súlyos gondokat a városban. A víz nem csak az udvarokba folyt be, hanem elöntötte az ingatlanokat is. Az önkormányzat először 160, majd 300 millió forintot nyert belvízvédelemre.
Újfehér egy mélyen fekvő település, és emiatt a városra lehulló csapadék nagyon sok helyen okoz problémát. Többek között a mögöttem látható Farkasnyári utcán is évek óta fennálló probléma az, hogy egy nagyobb, kiadósabb eső, vagy egy tartós eső esetén az itt lakók életét megkeseríti a csapadékvíz, hisz nagyon nehéz közlekedni. Nagyon sokan járnak ezen a szakaszon kerékpárral, személyautóval, és ez elég nagy probléma, hogyha a sárban vízben kell közlekedni. Úgyhogy ezért is volt jó ötlet, hogy erre a területre is beadtak egy pályázatot korábban, amely szerencsére nyert, és már a kivitelezés szakaszában vagyunk. Hamarosan a Farkasnyári utcát befejezik, aztán itt végeztek, akkor a Tokaji utca fog következni, amelynek szinte teljes szakaszán megújul a csapadékvízhálózat. Ott is vannak gócpontok, ahol szintén nagy eső esetén komoly csapadékmennyiség jelentkezik, illetve beadtunk egy pályázatot, és bízunk benne, hogy nyerni fog. A Májváskert egy jelentős részét is szeretnénk a csapadékvíztől mentesíteni, de még mindig vannak olyan helyek a városban, amit majd szeretnénk, ha lesz a lehetőség, pályázati forrásból megújítani. A Farkasnyári utca után a Tokaji utca hosszabb és forgalmasabb szakaszán kezdik meg a munkálatokat. A csatornaépítés ezeken a szakaszokon várhatóan májusban fejeződik be. De a városvezetés továbbra is pályázni fog, hogy a város teljes területét korszerűsíthessék. A belvízvédelem mellett a városvezetés több egyéb beruházást is tervez. Aláírás előtt van a kerékpárút fejlesztési pályázatunk megvalósításának a szerződése. Itt a városközpontot kell valahogy kerékpárral járhatóvá tennünk. Ennek keretében megújulnak útszakaszok, kerékpársávok kerülnek kialakításra, új kerékpártárolók is lesznek a főtéren, hiszen ennek nagyon hiány van a város, valamint az útfelújításoknak köszönhetően a nem csak kerékpárral, hanem személyautóval közlekedők is jobb útviszonyok között közlekedhetnek, valamint látni azt, hogy most eljött a jó idő, és egyre többen pattannak kerékpárra, és ezt a fejlesztést követően már nagyobb biztonsággal tudják megtenni, akár a idősebbek, akár a kisgyermekes anyukák, és a fiatalok is biztonságos körülmények között tanulhatnak meg kerékpározni, ami nagyon fontos dolog a mai világban. Újfehértó főtere az egyik legforgalmasabb csomópont a városban. Itt több száz ember fordul meg naponta. A kerékpárút belvárosi szakaszának megépítése nem csak biztonságosabbá, de kényelmesebbé is tenni a közlekedést. Ezen a szakaszon a 4-es főút okozta átmenő forgalom az autósok és a gyalogosok közlekedését is nehezíti, ezért a későbbi tervek között szerepel lámpás kereszteződés kialakítása is. A Holcamoson Géberjénben lesz a 2021-es nyári SAP verseny második helyszíne. A SAP angol rövidítésnek még nincs elfogadott magyar fordítása, de a lényege, hogy sportolók állva eveznek egy szörfdeszkán. A sportág egyre kedveltebb a megyében, mert korhatár nélkül űzhető és igazi vízi kikapcsolódást jelent. A géberjéni versenyt a rétközi tavi futam után néhány héttel, július 31-én és augusztus 1-én rendezik meg. A közel 200 hektáros, 25 kilométer hosszú Holcamos partján helyezkedik el Géberjén. A településen a környezeti adottságok miatt népszerű a horgászat, de emellett a Porta Portja program rendszeresen bemutatja a szatmári ízeket is. Azt gondolom, hogy a település ezt az oldalát nagyon jól megmutatta, és ahogy a sajtótájékoztatón is említettük, a Holcamos értékében lévő horgászturizmus egyre nagyobb fellendülésben van, egyre szebb halak kerülnek horogra, és az, hogy most meg tudunk mutatni egy ilyen vízisportot itt a településen, ez nekünk hatalmas lépés, hiszen erre készülünk, hogy amikor egy ilyen lehetőséggel bekopogtatnak a település ajtaján, akkor maximálisan ki tudjuk szolgálni ezeket az igényeket. Itt ugyanis nem csak egy sportprogramról van szó, ez egyben családi rendezvény is. A nemzetközi SUP verseny első helyszínét, a rétközi tavat már korábban bemutatták. A verseny második állomása azonban nem állóvíz, hanem folyó lesz. Annyiban lesz más a helyszín, hogy egy kicsit trükkösebb. Ugye egy tópartról az elindulás egy kicsivel könnyebb, hiszen vannak a lankás részek, ahol akár bokáig térdig majd nyakig érő víz van. Itt az elindulásban lesz a különbség, hiszen ki kell találnunk, hogy a stégről indulunk, vagy pedig az úszómalomtól fog indulni a verseny, és alapvetően még a hosszúságban ugye egy nagyobb vízfelületen könnyebb egy 3 kilométeres vagy egy 1,5 kilométeres szakaszt kialakítani. Nagy valószínűséggel itt egy visszafordítót kell csinálnunk, aminek az a különbsége, hogy ott ül egy sportbíró, aki számolja, hogy mindenki megfordult a kanyarba és nem vágta le. Tehát igazából ez a két dolog, a beszállás, az elindulás és a megfordulás lesz az, ami különbözik. Minden egyéb tekintetben ugyanazoknak a feltételeknek kell megfelelni a verseny során. A sport megismertetése mellett fontos cél a térség népszerűsítése is. Számos olyan adottsága van a településnek, amelyet sokan még nem ismernek. A Shrek tanya, ami a gyerekeknek óriási kedvence, mellette van a Jékei kúria,
De hogyha nem gépjárművel beszélünk szigorúan, akkor az egész szatmári táj sok gyönyörű épülettel, természeti jelenséggel. Én azt gondolom, hogy Magyarországon mi tényleg az ország egyik végén vagyunk, és nem annyira ismer még ez a környezet, ez a tájegység. A Holcamos partján egy 10 állomásos mesetanösvényt is kialakítottak, amelyet egy gyermek átlagosan 3,5-4 óra alatt jár be. A táj szépsége azonban a felnőtteket is lenyűgözi. Nem véletlenül volt 18 ezer vendégészaka a településen a koronavírus előtti évben. Egyre több olyan lehetőség van ebbe a térségben, amit megpróbálunk továbbra is kihasználni, hiszen turisztikai fejlesztési potenciálba gondolkodunk. Része a megyei turisztikai fejlesztésnek, de a legnagyobb állam az, hogy az úgynevezett kisfaludi programban, amely a kormánynak a programja, felkerüljünk, hiszen aki a kisfaludi programban benne van, annak fejlesztési lehetőségei, külön források nyílnak meg. Hát ezért kell nekünk 17-18-20 ezeres vendégészakákat, vendéglátást, ide érkező vendégek számot prezentálni, hogy lehetőségünk legyen egy következő lépcsőfokra. Ez szolgálja majd a nyári szubverseny is, amelynek során 1800 méteren egy U alakú pályán nevezhetnek majd az indulók. Megszerezte 7. bajnoki győzelmét a kisvárdai női kézilabda csapat Bakó Botond együttese az NB1 21. fordulójában, a sereghajtó Békés Csabát fogadta. A hazai csapat 31-20-ra győzött a városi sportcsarnokban. A kisvárda pénteken Érden lép pályára. A mérkőzés napján derült ki, hogy a Magyar Kupa jövő hétvégén esedékes elődöntőjében a Debrecen lesz a Kisvárda ellenfele, míg a másik ágon a Győr a Ferencvárossal játszik. A hazaiak így már a felkészülés részeként tekinthettek az utolsó helyen álló Békés Csaba elleni találkozóra. A vendégek az első negyed órában jól tartották magukat, felváltva estek a gólok, aztán keményített védekezésén a Várda, amely 4 gólos vezetéssel mehetett pihenőre. Fordulás után 11 percen keresztül nem találtak a kupa Békés Csaba, míg a Kisvárda ez alatt az idő alatt 7 gólt lőtt. A hátralévő szűk 20 percben így már csak a különbség volt kérdéses, végül 11 gólos győzelemmel hozta a kötelezőt Bakó Botond együttese. Azt gondolom, hogy kézben volt a mérkőzés, sok jó egyéni teljesítményt láttam, amikor támadásban akadoztunk, akkor jöttek az Adri bombái, illetve több játékosom hozzá tudott tenni ehhez, de azt gondolom, hogy egyértelmű hátsó alakzattal nyertük meg a védekezéssel. Támadásban még kell dolgoznunk a sebességünkön, azt gondolom, hogy a ritmusváltásaink azok még nem elég hatékonyak, illetve az abból történő 2-2-3-3 elleni játékok. De ma elértük a célunkat, a feladatunkat, 20 gólt kaptunk, 31-et lőttünk, azt gondolom, hogy elégedettek lehetünk a teljesítményünkkel. A vendégek edzője szerint a második félidő első 10 percének góltalansága miatt nem tudták megnehezíteni a Kisvárda dolgát. Én nagyon bíztam az első félidő után, hogy egy szorosabb mérkőzést tudunk játszani, akár végjátékban meg tudjuk nehezíteni a hazai csapatnak a dolgát. De úgy gondolom, hogy az első 10 perc 11-2 perc gól nélküliség, illetve a kihagyott helyzetek megpecsételték a sorsunkat. Ami talán a korábbi mérkőzésekhez előrelépés, hogy védekezésben harcosabbak voltunk, tehát ezen a téren látok fejlődést, de most ami a védekezésben pozitívként jelentkezett, az támadásban sajnos negatívumokat hozott. A kisvárdai csapat legeredményesebb játékosa a 6 találatig jutó Mészáros Mihály fi Adrián volt. A bal átlövő csapat a jó védekezését emelte ki. Összeállt a védekezésünk, és szerencsére volt mögötte Dalma nagyon jó védett kapus teljesítmény, és végre tudtunk gyors gólokat lőni, amikkel a második félidőben el tudtunk lépni. Igen, ahogy Boti mondta, még a támadást gyorsítanunk kell, de a célunkat elértük, itthon tartottuk a 2 pontot. Az NB1 tabellájának élén a Győr áll 20 mérkőzésen szerzett 40 ponttal, 100%-os teljesítménnyel. A 14 ponttal 8. Kisvárda pénteken Érden vendég szerepel. Gól nélküli döntetlent játszott szombaton a kisvárdai futballcsapat. Subka Attila együttese az NB1 32. fordulójában Zalaegerszegre látogatott. A mérkőzésen már nézők is jelen lehettek, akik azonban sok helyzetet nem láthattak a 90 perc során. A Kisvárda a tabella 5. helyén áll, a szombati utolsó fordulóban hazai pályán fogadják a Paksot.
Zsinórban negyedik vereségét szenvedt el vasárnap a Nyíregyháza Spartakusz. Az immár Huszán Géza által irányított együttes az NB2 36. fordulójában 3-1-re kapott ki a Szegedtől. A másodosztály 8. helyén álló Spari legközelebb vasárnap lép pályára, amikor a lista vezető Vasas érkezik Nyíregyházára. Végezetül nézzük legfontosabb híreinket ismét néhány mondatban. Szigorú biztonsági intézkedések mellett kezdődött meg az idei írásbeli érettségi Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Egy tanteremben legfeljebb 10 diák vizsgázhatott, de a maszk számukra nem volt kötelező. Ma magyar nyelv és irodalomból adtak számot tudásukról a végzősök közép és emelt szinten egyaránt. Korszerűsítik a csapadékvíz elvezető hálózatot Újfehértón. A beruházásra csaknem 500 millió forint támogatást kapott a település. A munkálatok elkezdődtek, két utcában épülnek csatornák, amellyel megoldottá válik a vízelvezetés. A korábbi években súlyos gondokat okozott a csapadékos időjárás az egyébként is alacsonyan fekvő településen. A Holcamoson Géberjénben lesz a 2021-es nyári SZÁP verseny második helyszíne. A sportág egyre kedveltebb a megyében, mert korhatár nélkül űzhető és igazi vízi kikapcsolódást jelent. A géberjéni versenyt a rétközi tavi futam után néhány héttel, július 31-én és augusztus 1-én rendezik meg. május 3-án a Kölcsei Televízió híradóját látták, híradóval legközelebb holnap jelentkezünk majd. Munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Hétfőn éjszaka derült lesz az ég, mindenütt mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és plusz 7 fok között alakul, de helyenként gyenge fagy is lehet. Kedden napközben derült, napos idő várható, majd délutántól egyre több felhő zavarhatja a napsütést. Csapadék nem lesz. A déli-délnyugati szél nagy területen megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 23 fok között alakul. A hét hátralévő részében marad a változékony, de jobbára napos, kora nyári idő. Csapadék csak elvétve valószínű. A nappali hőmérséklet 17 és 21 fok között várható.